gyönyörű déli napsütéses háztetővel rendelkezem, úgyhogy már évek óta gondolkodom rajta, hogy kellene oda egy napelem, tehát azért ez nem egy kis döntés, úgyhogy nagyon sokat vaciláltam, nézegettem, hogy hogyan kéne megcsinálni, kikkel kéne megcsinálni, és most végül is találtam egy céget, akik szimpatikusak, abszolút hasonló környezetudatos szellemiségben gondolkodnak, mint én, és ma el fognak jönni, és átbeszéljük, hogy egyáltalán lehetséges-e nálam erre az elképesztő meredek tetőre napelemet telepíteni. Hello, szia Marcel! Hello, Mark! Köszönöm. Nagyon örvendek! Én is örülök! Na, mit szólsz a helyszínhez? Ez egyáltalán megoldható? Izgalmas! Gyönyörű Pilisszántó és a házatok is. Köszönöm. Kíváncsi szépen vagyok, hogy meg tudjuk-e csinálni, de bízom benne, hogy a fiúk azért ezt bevállalják. Fekete öves lesz, de alpin technikával, kikötéssel, meg egy jó helyszíni felméréssel most mindent letisztázunk szerintem. Tehát minden lehetséges, persze, mindent meg tudtok oldani. Volt így már van. Azért ennyire meredek helyszínetek? Volt, hogyne. Igazából tényleg a helyszíni felmérésen kitaláljuk, hogy hova kerül az inverter, hogyan lesznek a napelemek, csinálunk egy hozamelőrejelzést, egy panelkiosztást, és akkor ahhoz alkalmazkodnak majd a kollégák. Úgyhogy... Jó, ez már egy jó hír, mert én azért izgultam. Mondtad, hogy a villanyórát azt egy kicsit modernizálni kellene, amit megértek, mert az ősközületi volt. Hát ilyen lett, nem tudom, hogy ez megfelel. Na, szuper. Igen, ezt örülök, hogy akkor már elkészült, szép szabványos a szekrény is, illetve látom, hogy egy fázisról három fázisra akkor föl is sikerült bővíteni. Ugye ez azért fontos, mert ez egy 6 kW-os rendszer lesz, tehát már az egy fázisra nem engedélyezi az áramszolgáltató. Illetve van egy kis doboz, tehát itt vannak a kis megszakítók, illetve ugye egy életvédelmi leré, egy fireré is majd bekötésre kerül. Úgyhogy ez nagyon szuper. Hát ez a saját biztonságod érdekében is azért érdemes megcsinálni. Illetve ugye ide kerül majd bekötésre maga az inverter, uh-huh, és a betáplálás. Hát itt ki kell találnunk már, hogy hova lesz. Ugye lesz két doboz, ugye a túlfeszültségvédelmeknek, illetve maga az inverter. Ez alakítja át a napelemekből érkező egyenáramot váltóárammá, és ugye táplálja be a hálózatba. Amit tudsz helyszínen elfogyasztasz, majd ami pedig megmarad feleslegnek, az megy át a hálózatba, a szomszédok mondjuk elhasználják. Látod, a Töki is nagyon kíváncsi a részletekre. Hello, igen. Ami a napelemeket illeti, nagyon-nagyon érdekli. Jöhet maga telepíteni is egyébként, keresünk kivitelező kollégát. Hallod ezt, Töki? De ő eleve minden napos helyet megkeres a házban, és ott szokott ülni, úgyhogy ő egy napelem, úgy, ahogy van. Na de a Tökit félretéve, ami engem aggaszt, hogy ugye beszéltünk erről a fáról, ami itt van, és hogy azt hallottam, igen, hogy szép az, nagy. Szép nagy, és imádjuk, szeretjük, és mindenféleképpen igen ragaszkodnánk hozzá, de hogy azt hallottam, hogy ha van árnyék, egy pici árnyék is vetül a napelemre, akkor az összes napelem belassul, és nem tud áramot termelni? Igen, tulajdonképpen ezek sorba vannak kötve, itt ugye egy stringre, egy körre lesz felhúzva az egész, tehát egy tetőfelületre tesszük az összes panelt, viszont azért azt most már egyre több ügyfelünknél javasoljuk, főleg ahol esetleg mozgó árnyék van, hogy minden napelemhez, vagy akár részlegesen egy-egy optimalizálót tegyen oda. Ez egy kis plusz kütyű, lényegében tudod monitorozni és optimalizálni az adott napelemeket. Úgyhogy a Huawei-nek ez a megoldása most itt javasolt erősen. Aha. Tehát ez külön kapcsolja akkor a paneleket, és akkor nem függ össze, hogy ez akkor nem a leggyengébb panel befolyásolja az egész csoportot. Nyilván nagyon fontos kérdés, ami mindenkiben fölmerül, hogy ez mekkora beruházás, meg mikor fog ez megtérülni nekem. Így van. Tehát általában az ügyfeleink nem csak környezettudatosak és a zöld energiát szerető emberek, de pénzügyileg is elég tudatosak. Nekem abszolút az a legfontosabb, hogy napenergiából tudok, uh-huh, dolgozni, de azért nem mellékes, hogy ez mennyibe kerül. Persze. Tehát körülbelül a megtérülési idő számításnál ugye egy havi átlagos villanyszámlát szoktunk alapul venni, ezt évesi, és általában ez a 8-10 éves megtérülési idők szoktak kijönni. Most ugye nagyon sok állami támogatás van, te is ezzel az 50%-os támogatással csinálod, tehát 3 plusz 3 millió forintra szól, és így lényegében féláron van a rendszer. Ez még idén működik, nagyon sok ügyfelünk jött ezzel, a 25 év alatti gyerkőcöt nevelő családokat támogatják így. Vagy nevelni próbáló. Igen.
Úgyhogy általában most így leredukálódik a megtérülési idő, és akár itt 4-5 évről beszélünk. Hogyha mondjuk céges szinten gondolkozunk, ott ugye jobban elszálltak az energiaárak sajnos, és ott a megtérülési idő meg még kedvezőbb. Nyilván az alapanyagárak nőttek, de ugyanakkor a technológia, tehát például a napelemeknek a hatékonysága az meg sokat javult. Úgyhogy összességében tényleg ez a 4 év megtérülési idő. És mi a helyzet ezzel a szaldós, nem szaldós elszámolással? Ez nagyon ilyen misztikusnak tűnik nekem. Ez mit jelent? Igen, erről is forgattunk egy hosszabb videót, és részletesen kifejtjük. Lényegében a mostani kedvező elszámolás, a szaldó, az sajnos meg fog szűnni 23 év végével. Szaldóban a lényeg röviden, hogy egész évet néznek. Nincs tél, nyár, nappal, éjszaka. Minden, amit a napelemet termel, azt vagy te helyszínen elfogyasztod, vagy betermeled a rendszerbe. Magyarán ezzel az elszámolási módszerrel, ezzel a szaldóval egy egész évet nézünk, amit tudunk helyszínen elfogyasztunk, amit nem, azt pedig betermeljük a hálózatba. Azért ez egy 2-3 hónapos folyamat, ugye itt az áramszolgáltatóval engedélyeztetni kell ezt a rendszert, tehát beadunk egy igénybejelentést, arra jön egy műszaki gazdasági tájékoztató. Ugye nálad már jó esetben megtörtént a szabványosítás, tehát tényleg fel van újítva a hálózat, és aztán a csatlakozási tervet is jóvá hagyják, utána tudunk jönni szerelni. A szerelés maga az 1-2 napot vesz igénybe, főleg egy ekkora rendszernél, és ezután cserélik rá a mérőórát egy ilyen oda-vissza mérőórára, egy ilyen szaldós mérőórára, ami nézi a te betermelésedet, meg fogyasztásodat is. És a szegény tetőmet mennyire kell szétkapni ehhez? Jó, ha van pótcserép, de azért a kollégák elég ügyesek, tényleg alpin technikával is tudunk dolgozni, de meg kell kötni azokat a kompromisszumokat, hogy a műszaki tartalom is megfelelő legyen, egyrészt biztonságos, másrészt hosszú távon jól működő. Ugye azért itt az inverter az 10 év garanciával van, napelemek 25 év teljesítmény garancia, tehát összességében ezt a rendszert már én azt gondolom, hogy egy 20 plusz évig tudni kell használni. Ezért is, amikor a megtérülési idő ilyen 8-10, vagy támogatásokkal mondjuk 4-5 évről beszélünk, akkor látszik, hogy milyen jó kifutása van ennek. Vágjunk bele, én évek óta tervezem ezt a dolgot, úgyhogy én nagyon örülök, hogyha ez egy ilyen új kaland lesz, mert ennél fantasztikusabb dolgot, mint hogy magam tudom megtermelni az energiámnak remélhetőleg a nagy részét a napból, az nekem, mint környezettudatos személynek egy csodálatos dolog. Igen, hát itt egy szemléletes példával szoktam élni, hogy ugye amikor az autóinkat is benzinnel hajtjuk, ugye az a benzin, hogy Szaúd-Arábia mondjuk föld mélyéről kitermelni, onnan finomítani, elhozni ide, míg itt mondjuk a napelemet tényleg az áram utazik 3-5 métert, azt jó esetben akár fűtésre is elhasználhatod, nyilván a villanykészülékekre, vagy ha egy később lesz villanyautód, akkor egyből beletöltöd az akkumulátorba az áramot, tehát az energiád utazik pár métert. Azt csaptunk bele. Jó. Köszönjük szépen! Köszi! Na, hát nincs más hátra, mint előre. Nagyon úgy tűnik, hogy hamarosan én is csatlakozom a napcsapolók csapatához. Természetesen a kivitelezésről is készül majd videó, tehát ha érdekel a téma, akkor figyeljétek a csatornát, meg egyébként is tessék figyelni a csatornát. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, esetleg osszátok is meg, hogy máshoz is eljusson, akit érdekel. Köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsétek, a boldogság továbbra is a kertben terem. Sziasztok!